Nem mindennapi méhész konferenciát tartottak néhány napja Szekszárdon. A rendezvényen ugyanis a V4 országok meghívott szakemberei vettek részt, a kezdeményezés pedig két polgármesterétől származott. Nem egy szokványos rendezvény ez a miénk. Sikerült úgy összeállítanunk a településeinket, hogy a visegrádi négyek országaiból mindenhonnan van egy. A kiinduló pont, hogy három kéty van a térképen a visegrádi országok közül, van a mi kétjünk, a érsek kétje, a felvidéki magyaroknál a érsek kétje kéty, és a lengyeleknél a kéty, ugye, de mi az ábeti alatt van egy jel, ezért az kenti, mást jelent, de ha a www.kety, ugye, mert az ékezet nélkül van, és akkor így vagyunk hárman, mindenki egyformán írja a nevét. És a legnagyobb örömünkre csatlakozott hozzánk egy cseh település, Brezova, és így mi négyen alkotunk mindig egy csoportot, és így tudunk pályázni a visegrádi négyeknek kiírt pályázatokon. Az idén a méz és a mézből készült méhészet és a mézből készült termékek bemutatásával csináltunk egy programot, aminek ez a mostani a szakmai része. Az összefogás tehát a testvértelepülések esetében nem pusztán szimbolikus, a települések vezetőinek egyértelmű célja, hogy a náluk élő, dolgozó szakemberek valódi segítséget kapjanak idegen országbeli kollégáiktól, kétjen is többen foglalkoznak méhészkedéssel. Két olyan aktív méhészünk van, aki kétjen van, és van egy olyanunk, aki kétjen lakik, de nem kétjen van a méhészete. Ő sajnos nem tudta a műszakját elcserélni, nem tud velünk most itt, nem tud itt lenni velünk, de holnap a mézek kínálásánál akkor ott szerepelni fog ő is. A V4 országok közül hazánk az egyetlen, amely exportra is képes jelentős mennyiségű mézet előállítani. Évente nagyjából 15-20 ezer tonna hagyja el így a határainkat. Bár Lengyel és Csehország, valamint Szlovákia e tekintetben jóval szerényebb számokkal büszkélkedhet, mégis elengedhetetlen az összefogás. Ezért is kezdeményezte már közel 20 évvel ezelőtt a négy állam együtt, hogy az Unióba kötelező legyen feltüntetni, pontosan melyik országban pergették a mézet. A folyamat a végére ér lassan, és ha a tanács jóvá hagyja, akkor ezentúl pontosan jelölni kell, ha egy üveg mézet Magyarországon termeltek meg. Sajnos a helyzet egyre nagyon kedvezőtlen, egy-másfél éve óriási változás történt az Unió mézpiacán, az ukrán méz ugye vámmentességet kapott, hatalmas mennyiségben ömlik be az Unióba, illetve a kínai méz mennyisége is 50-60%-kal megemelkedett, véget ért egy nagy uniós mézvizsgálat, 4 hónapja hozták nyilvánosságra az adatokat, amelyből kiderült, hogy például az import kínai méznek közel 80%-a hamis. Most arra várunk, hogy a bizottság lépjen is, szankcionáljon ez ügyben az importáló cégeket. Az ágazati szereplők minél szélesebb körű nemzetközi összefogására ezek a tényezők miatt is hatalmas szükség van, mondja Bros Péter. Őszre tervezünk Brüsszelbe egy mézdemonstrációt. Nagyon fontos, hogy itt a méhészek, az uniós méhészek tudatában legyenek ennek. Minél többen menjünk el, hiszen gyakorlatilag olyan mézfelvásárlási árak vannak ma a nagybani piacon az Európai Unióban, amely azt hozza magával, hogy egy Európai Uniós méhész sem tud gazdaságosan méhészkedni. Óriási a baj, és ez csak összefogással lehet orvosolni, egy tagország semmit nem ért. Méhész nyelven szólva tudjuk, hogy a méhek is egyedül semmit nem érnek. A kaptár önmagában 50-70 ezer méhel tud csak csodát tenni. Ugyanez igaz az uniós méhészekre is. Összefognak a tagországok méhészei, különben körülbelül 500 ezeren méhészkedünk az Európai Unióban, akkor reménykedünk, hogy el tudunk érni Brüsszelben eredményeket. Idén az időjárás sem kedvezett a hazai méhészeknek. A legnagyobb területen gyűjtő napraforgó ugyan szépen hozott, repcéből és akácból viszont alig lesz valami. Ennek ellenére a szakértő idén már nem jósol drágulást. Én nem számítok rá, hiszen van egy határ is, hogy a vásárlók mit tűrnek el. Sajnos a méz nem elsődleges élelmiszer. Mi azt szeretnénk, hogy az legyen, de ha a fogyasztók húznak egy listát,
készítenek egy listát, hogy mit kell bevásárolnunk, annak a végén szerepel a méz. Nem csak Magyarországon, az Európai Unióban is. Érezzük az elmúlt egy évben is visszaesett a mézfogyasztás. Magyarországon ezt az Európai Unióban jellemző egyes becslések szerinti 30%-os mézfogyasztási visszaesést Magyarországon mi még, hál' Istennek, nem tapasztaljuk, de sajnos úgy néz ki, hogy a mézár emelkedése nem realitás. A nemzetközi együttműködésre nagy szükség van, hiszen az uniónak egyetlen közös mézpiaca van. Ráadásul, mint Bros Péter, az OMME elnöke fogalmazott, a méhek nem ismerik az országhatárokat, emiatt nem ritka az sem, hogy a határmenti szakemberek vándorolnak az országok között. A fórumon a szakemberek abban egyetértettek, hogy az egyes országok kitörési pontjait a helyben előállított, magas hozzáadott értékkel készült különleges mézfajták termelése lehetnek. A mi egyesületünk a krakkói régióban működik. Mintegy 70-en vagyunk, és nagy büszkeségünkre a tagjaink közül 10 hölgyek. Összesen 1100 méh családdal dolgozunk. Kenti a településünk hegyek között fekszik. Ennek köszönhetően nálunk kétarcú a termelés. Egyrészt jelentős szerep jut az erdei mézeinknek, másrészt a réti virágok felhasználásával készült termékeink is nagyon népszerűek. Az erdeiek közül a legkedveltebb az egész Európában csak nálunk előállított fenyőméz. Ezt rendkívül nehéz elkészíteni, ugyanis a méhek a ragacsos virágport a földről gyűjtik be, miután az lehullott. Ezek a természetes készítmények az elmúlt években komoly hasznot hoztak nekünk. Ebből a pénzből pedig összefogással összehoztunk egy 2 hektáros hársparkot. Több mint 200 fajt sikerült összegyűjtenünk. Az így készült mézeink is rendkívül kelendőek. A konferencia tehát az összefogás lehetőségeinek felvázolása mellett arra is kiváló alkalmat teremtett, hogy a szakemberek jó példákat halljanak a szomszédos nemzetek méhészeitől.